Az Egyesült Államok több mint 20 országban működő orosz kötődésű szervezetek és magánszemélyek ellen hozott újabb szankciókat a háború támogatásában betöltött szerepük miatt, jelentette be az amerikai külügyminisztérium. A közlemény több mint 120 szervezetről és egyénről tett említést. Az újabb büntetőintézkedéssel sújtott szervezetek között van Alizer Usmanov orosz milliárdos üzleti érdekeltsége, amely az amerikai érvelés szerint az eddigi szankciók megkerülésére kialakított hálózat központi eleme. Szintén szankció alá vontak két orosz érdekeltségű oktatási szervezetet. Az Egyesült Államok büntetőintézkedéseket hozott egy újonnan alapított orosz hadipari magánvállalat és egy olyan kínai székhelyű vállalkozás ellen, amely műholdas felvételekkel látta el az oroszokat. Az újabb amerikai szankciók célpontjai között szerepelnek az orosz állami atomenergia vállalathoz, a Rosatomhoz kapcsolódó személyek, valamint fuvarozó vállalatok is. Az ukrán hadsereg vezérkarának jelentése szerint átlépte a 180 ezret a harcokban elesett orosz katonák száma. Egy nap alatt 730 ellenséges fegyveres harcos halt meg Dél-Kelet-Ukrajnában, áll a kijevi közleményben. A vezérkar beszámolója szerint emellett a védekező harcokban megsemmisítettek már mintegy 3650 tankot, több mint 7000 páncélozott harcjárművet, 2770 tüzérségi rendszert, 280 légvédelmi berendezést és 310 orosz repülőgépet, valamint 290 helikoptert is. Az emberi jogokat védő aktivisták Kijevben mutatták be azt az interaktív térképet, melyen azokat a helyeket jelölték meg, ahol az oroszok ukrán civileket tartanak fogva. Tetyana Katricsenko, a média kezdeményezés az emberi jogokért koordinátora elmondta, több mint egy éve gyűjtik azokat a dokumentumokat, melyek azt bizonyítják, hogy Oroszország folyamatosan megsérti az emberi jogokat, például azzal, hogy ukrán civileket tartanak fogva. Az aktivista által bemutatott interaktív térképen több mint 100 olyan Oroszországban, Fehér Oroszországban és Ukrajnában megszállt területein található létesítmény szerepel, ahol ukránokat tartanak fogva. A jogvédők kutatásai szerint jelenleg mintegy 950 ukrán civil tartanak elzárva az oroszok. Kanada 59 millió dollár értékben újabb katonai segélyt ajánlott fel Ukrajnának, jelentette be Justin Trudeau miniszterelnök torontói sajtótájékoztatóján, amelyet Denis Mihály ukrán kormányfővel közösen tartott. A segélycsomag egyebek mellett 21 ezer gépkarabélyt és 2,5 millió lőszert is tartalmaz. Ukrajna és Kanada emellett megújított szabadkereskedelmi megállapodást, valamint a kanadai Cameco és az ukrán Enerhoatom közötti uránszállítási szerződést. Ezen kívül egy olyan megállapodást is aláírtak a felek, amely megkönnyíti az ukrán, illetve a kanadai fiatalok egymás országába történő utazását és az ottani munkavállalást. Denis Smihal Justin Trudeau-val folytatott megbeszélését eredményesnek nevezte, és megjegyezte, hogy Kanada Ukrajna 5 legnagyobb katonai támogatója között szerepel. Eddig már 8 milliárd dollárt kaptak pénzügyi vagy katonai támogatás és hitel formájában. Justin Trudeau azt is bejelentette, hogy 14 orosz személy és 34 intézmény ellen új szankciókat vezetnek be, továbbá 9 fehér oroszországi és pénzügyi szektorhoz köthető intézményt is felvettek a szankciós listára. Az ungvári Maria Garát több mint 5 éve kap állami támogatást a lakhatási és kommunális szolgáltatásokra. A fűtési szezonban mintegy 1000 hrivnya érkezik a bankkártyájára, ami a közüzemi kiadások csak nem felét fedezi. Ez az állami támogatás lehetővé teszi számára, hogy időben fizesse a számláit és elkerülje az adósságok felhalmozását. Támogatást igényeltem, megítélték és igénybe veszem. Igyekszem azonnal fizetni, amikor átutalják a pénzt. Ha felhalmoznám az adósságot, akkor nehéz lenne fizetnem. A támogatásnak köszönhetően igyekszem minden közüzemi számlát időben kifizetni. Я стараюсь благодаря субсидии, я стараюсь выплачивать все коммунальные послуги.
A szolgáltatók szerint a közüzemi díjak időben történő befizetése a kulcsa annak, hogy a fogyasztók a következő évben támogatást vagy kedvezményt kapjanak, hiszen áprilisban lejár a korábban megítélt szociális támogatás hatája. Májusban a támogatások odaítéléséért felelős hatóságok megkezdik a 2024-re vonatkozó támogatások megítélését. A pozitív határozat egyik feltétele az, hogy a közüzemi szolgáltatások, köztük az elektromos áram fogyasztásáért ne legyen tartozás. Ezért arra kérünk minden fogyasztót, hogy április végéig rendezzék a számláikat, hogy májusban megkaphassák a támogatást. Emlékeztetőül a támogatás folyósítását felfüggesztik, ha az elmúlt 3 hónapban valakinek tartozása van. Annak rendezése után a fogyasztónak fel kell vennie a kapcsolatot a szolgáltatóval, és igazolást kell kérnie, amely a juttatások vagy támogatások újbóli igénybevételének alapja lesz. Annak érdekében, hogy a fogyasztó minél hamarabb megkapja a rezsitámogatást, jobb, ha az igazolás megszerzése érdekében kapcsolatba lép az energiaszolgáltatóval. Ebben az igazolásban feltüntetik a fogyasztó személyi számláját, a tarifát és azt, hogy egy zónás, 2 vagy 3 zónás villanyóráról van szó. Minden esetben feltüntetjük a 3 hónapnál régebbi tartozást. Ha a fogyasztónak tartozása van, nem kaphat támogatást. Ellenben, ha a fogyasztó nem is kap számlakibonatot, a nyugdíjalap rendelkezik a közüzemi befizetések valós állapotát tükröző információval, ezért az energiaellátó vállalat emlékeztet arra, hogy nagy összegű adósság vagy súlyos pénzügyi helyzet esetén lehetőség van adósság átütemezési megállapodás aláírására, és ezáltal az illető jogosultá válik a támogatásra. Igazolást állítunk ki arról, hogy a fogyasztó adósság átütemezési megállapodást kötött. Ezt az igazolást benyújtja, és megkapja a támogatást. Amennyiben a fogyasztó megszegi az adósságtörlesztési ütemtervet, akkor a szabálysértést jelentjük, és a támogatás visszavonható. A folyósítását felfüggeszthetik. A háború idején a kárpátaljaiak befizetési fegyelme jelentősen romlott. A tartozások néhány száz hrivnyától több 10 000 hrivnyáig terjednek. A tartozások összege az áramfogyasztásért csak Kárpátalján meghaladja a 100 millió hrivnyát. Az államnak szüksége van erre a pénzre, az infrastruktúra helyreállításához, hiszen az áramszolgáltatóknak éppen nyáron kell elvégezniük az elektromos hálózatok karbantartását és felújítását, hogy télen meleg és fény legyen a háztartásokban.